A pedagógusok ötöde volt már igazoltan koronavírusos, és csak töredékük kapta el a fertőzést a tavaszi hullámban. Ez derül ki a pedagógusok szakszervezete és a 21 kutatóközpont felméréséből. A kutatás szerint a pedagógusok megosztottak abban a tekintetben, hogy milyen platformon kellene tanítani tavasszal. A stúdióban Szabó Zsuzsa és Fényes Csongor. Jó estét kívánok, akkor amit tudunk, elmondunk erről a kutatásról, mert hogy nagyon fontos, ugye onnan indultak, hogy mik a tapasztalatok a digitális oktatással kapcsolatban, és talán úgy lehet summázni, ha én jól vettem ki az eredményekből, hogy minél több tapasztalatot szerzett egy pedagógus, annál inkább magabiztosabbá vált, minél régebb óta folytatta a digitális oktatást, minél idősebb volt, annál bizonytalanabb, mert ugye a digitális készségek nem voltak meg, viszont azt meg tudjuk mutatni, mert ez is egy érdekes része volt a felmérésnek, hogy ha problémájuk volt, akkor milyen segítséget kaptak, mert hogy ez talán nem magától értetődő, hogy nem feltétlenül az intézményvezetőhöz fordultak, hanem a kollégákhoz, ugye? Ezt most akkor mindjárt meg is tudjuk mutatni százalékosan, és ugye az is nagyon érdekes volt, hogy más intézménytípusban másfajta segítséget kaptak. Ezt vajon mi indokolhatja? Hogy egy szakiskolában nem kaptak olyan típusú segítséget, mint egy gimnáziumban mondjuk. Ezt tudjuk? Én egy kicsit máshonnan kezdeném, ha megengedi. Csak közben nézzük, magyarázzuk a nézőknek is ezt a képet, itt láthatják, jó, hogy probléma esetén. Én majd átadom a kutatónak a válaszadást, de mindenképpen szeretném elmondani, hogy a 21 kutatóközpont keresett meg bennünket, azzal a kérdéssel, hogy nézzük meg, szeretnék megtudni és mérni a pedagógusokat, hogy vajon a COVID-fertőzés időszakában mi a helyzet az oktatási intézményekben. Konkrét téma megjelöléssel kerestek bennünket, és nagyon boldogok voltunk, mert nekem már többször volt, és a kollégáimnak is többször volt módjuk itt ebben a tévében is beszélni arról, hogy a pedagógusok jelzései alapján milyen bajokat tapasztalunk nap mint nap az oktatás területén. Ez a kutatás viszont megerősítette azokat a panaszokat, és számszerűsítette ezeket, és nekünk pontosan ez a lényeg, hogy eddig csak megfogalmaztuk a bajokat, most pedig számokban láthatjuk, és én ezt nagyon fontosnak tartom, különösen azért, mert hogy reprezentatív mérésről beszélünk, és a számok önmagukról beszélnek, önmagukért beszélnek, ezért aztán nem is nagyon kell melléjük túl sok magyarázat, de akkor nézzük meg ezt a diagramot. Jó, most akkor ezt még egyszer meg tudjuk mutatni, de akkor tényleg a kutatót kérdezem, aki készítette a felmérést egy kutatótársával együtt, hogy ha én azt a következtetést vonom le, hogy épp az a legnagyobb veszély a digitális oktatásnak, hogy kiszámíthatatlan, hogy hol működik és hol nem, akkor nagyjából igazam van? Igen, ezt tapasztaltuk a kutatásban, illetve visszakapcsolva az előző diára. Azt látjuk, hogy a munkáltató nem segített abban a pillanatban, amikor átálltak a pedagógusok egyik pillanatról a másikra a digitális oktatásra, és kihez fordultak? A kollégákhoz, a családtagokhoz, és ami nagyon fontos, előbb fordulnak a barátokhoz, mint a munkáltatókhoz. Ez számunkra egy teljesen megdöbbentő adat volt. Azt látjuk egyébként, hogy intézménytípusonként nagyon nagy eltérések vannak, leginkább az óvodapedagógusokat hagyták út szélén. Uh-huh. Gyakorlatilag, ha jól emlékszem, 25%-uk kapott bármilyen segítséget a munkáltatójától. Uh-huh. 75% ott állt márciusban, hogy akkor uh-huh. most mi lesz 17-én. Ugorjunk vissza egy kicsit az időben, márciusról beszélünk, amikor Orbán Viktor bejelentette reggel, hogy minden folyik rendesen, hagyományos módon az oktatás területén, majd péntek este az derült ki, hogy hop-hop, nem is így van, hanem hétfőtől digitális oktatás fog megvalósulni. Az összes kollégám pánikba esett, de nem csak a kollégáim, hanem szerintem a szülők is és a diákok is, meg hát a magyar társadalomnak több mint a fele egyszerűen pánikba zuhant. Mindezt azért, mert mi lesz most? Ez nem volt eszköztár, nem volt rá jó gyakorlat, senki nem tudta, mit kell csinálni. Nem csak módszertanban nem tudta, hanem nagyon sok kollégának eszköze sem volt, de hogyha visszatérünk a gyerekekre, nekik sem mindegyiküknek volt hozzá kellő felszereltségük. A leginkább és a legnagyobb bajt az okozta, hogy nincsenek digitális tartalmak, vagyis nem voltak, de még most is elmondhatjuk, hogy ezzel gond van. Tehát a pedagógusok egymást támogatva, a fiatalok, az időseket segítve
péntektől hétfőig álltak át arra az oktatási formára, hát amelyről most már lassan elmondhatjuk, hogy most már tudjuk nagyjából, hogy mit jelent, de még most sem tökéletes. Akkor nézzük a gyerekek szempontjából, mert ott is a kutatás az rámutatott, igen, hogy a szakiskolákban sokkal nagyobb volt a probléma, mint a gimnáziumokban. Így van, de itt nem a gyerekeket kérdeztük, hanem a pedagógusok véleményét kértük. Úgyhogy látják. Pontosan. És megdöbbentő, de úgy tűnik, hogy leginkább pontosan azokban az iskolatípusokban várható egy leszakadás, egy még nagyobb leszakadás, akik eleve is hátrányos helyzetűek. Itt leginkább a szakiskolákra és a szakközépiskolákban tanulókra gondolunk. Ez azt jelenti adott esetben, hogyha valaki szakácsnak tanul, vagy pincérnek, YouTube-ról nem fogja tudni megtanulni, hogy lesz valakiből jó szakács. Amit még hozzátennék, bocsánat, hogy úgy látjuk, hogy ezzel szemben a gimnáziumokban sokkal könnyebben tudnak adaptálódni a diákok, de ez a pedagógusok véleménye. Uh-huh. Ezt azért hozzátenném. Nyilván, ha megnézzük, hogy a szülői támogatás mennyire fontos ebben az esetben, és az azért teljesen prognosztizálható, hogy a középiskolák közül a gimnáziumokban tanulnak azok a diákok, ahol a szülői támogatás erősebben jelen van. És akkor mi van most ezekkel a szakiskolásokkal? Mert azért hát többé-kevésbé lassan már egy éve tart ez a helyzet, az pedig akár behozhatatlan hátrányt is jelent? Vagy erről mit tudunk mondani? Ha nem csak a szakiskolát nézzük, hanem azt nézzük, hogy az általános iskolában is ott vannak a hátrányos helyzetű gyerekek, és adott esetben pontosan azért is lehet ilyen hátrány, mert hogy nem hogy internet, de nagyon sok esetben még áram sincs bizonyos településeken vagy otthonokban, akkor az ő esetükben igazán nagy a baj. A legnagyobb problémát az okozza, hogy az ő felzárkóztatásuk nagyon körülményes, a leszakadásuk pedig azt gondolom, hogy egyre inkább jelen van. Bocsánat, és hogy a számok terén mit jelent? Azt látjuk, hogy 8%-a a szakiskolákban és a szakközépiskolákban valószínűleg le fog szakadni. Uh-huh. Tehát nincs meg a kellő se a kompetenciájuk, se pedig az eszköztárjuk, ahogy ide hangzott. Biztonságérzet, azt is mérték egy 1-től 5-ig terjedő skálán, igen, hogy mennyire érzik biztonságban magukat a pedagógusok, és kijött egy ilyen átlagos 2,73. Ezt árnyalnám, egy kicsit árnyalnám. Ez egy nonverbális skála, magyarán az alja és a teteje meg volt nevezve, az egyes azt jelenti, hogy egyáltalán nem érzi magát biztonságban, az ötös pedig, hogy teljes mértékben. Itt nyilván COVID szempontjából van, és a tanteremben. Így van, azt látjuk, hogy 40%-a a pedagógusoknak inkább nem érzi magát biztonságban. Ez azt jelenti, hogy az egyes vagy a kettes értéket válaszolta. Ezzel szemben, aki a felső két értéket jelölte be, az 25% volt. Uh-huh. Tehát ezeket a számokat így érdemes nézni. Amit még hozzátennék, hogy azok a pedagógusok, akik nem érzik magukat biztonságban, körükben statisztikailag szignifikáns módon magasabb egyébként az oltási hajlandó. Na, pont erre akartam rátenni, Szavát ne felejtsd, csak megmutatunk még egy táblázatot ebből a kutatásból, ami az oltási kedvet mérte intézménytípusonként. És az ugye nagyon érdekes, hogy ha jól emlékszem, az óvodáknál volt a legalacsonyabb, ahol pedig ugye jelenléti, hát hogy mondjam, oktatás van, szóval ott kell lenni. Egy kicsit árnyalnám. És utána megy fölfelé, nem? Egy kicsit árnyalnám. Az óvodások köré, az óvodai pedagógusok körében viszont nagyon nagy azoknak az aránya, akik billegnek. Tehát adott esetben, akik meggyőzhetőek ebben a kérdésben. Ez a 47%. Most látjuk igen, annyi volt az össz. De hát ugye szakiskolában már 50%, aki tutira beoltatná, gimnáziumban már 64%. Így van, árnyaljuk ezt egy kicsit. 33% volt a KSH-nak a legutóbbi mérési eredménye, ami 4-5 napos adat. Ehhez képest a 47% én azt gondolom, hogy egy jó szám, egy magasabb szám. Uh-huh. Magyarán a pedagógusok körében magasabb az oltási kedv. Én viszont mondanék egy másik számot, mi decemberben is megmértük az oltási hajlandóságot, akkor 2000 kollégánk válaszolta erre a kérdésre, és 60%-uk mondta azt, hogy beoltatná magát. Akkor felvetődik a kérdés, hogy vajon most ez miért csökkent. Én azt gondolom, hogy teljesen stabil állapotokat kellene tenni a tekintetben, hogy oltóanyag és nem oltóanyag. Tehát felhívom a kormány figyelmét, hogy ezek a számok önmagukért beszélnek, vegyék ezeket komolyan. A pedagógusok védelme borzasztóan fontos, és nem csak a pedagógusoknak, a diákoknak és az egész gazdaságnak. Meg kell teremteni a biztonságukat, és akkor visszanyúlok az előző kérdéshez. Be kell oltani a pedagógusokat, akik igénylik,
Igen nagy számban, mert azt gondolom, hogy az az áloga annak, hogy a következő tanévet biztonságban tudjuk megtenni, illetve hogy a következő tanév normális legyen, és értem alatta a jelenléti oktatást. Egyetérte azzal, hogy még a pedagógusok közül is prioritást élvezzen az, aki most érettségire készít fel, mert ugye a kormány a héten dönt arról, hogy ennek zöld utat ad el, hogy az érettségizők és a tanáraik soron kívül megkapják a COVID-oltást. Én azt gondolom erről, hogy minden pedagógust előre kellene sorolni az oltási tervben, pontosan azért, mert személyes kontaktban vannak. Ha egy 30-as osztálylétszámot nézek, és egy gyerekhez 3 családtagot számító, akkor egy pedagógus egy osztályban körülbelül 3 vagy 100 főnek, mint közvetlen fertőzőnek van kitéve, és hogyha van naponta 5-6-7 órája, akkor ennyiszer 100. Én azt gondolom, hogy ezért kiemelt csoportként kellene őket kezelni, és nem csak az érettségiben részt venni kollégákat. Tehát, hogy nem tenne ilyen különbséget viszont. Nem, mindenkit egyformán, mert a veszélyeztetettség óriási, nagyon sok a személyes kapcsolat. Arról mit tudunk, hogy ezek közül, az adatok közül mi az, amit a kormánynak leginkább a figyelmébe kéne ajánlani, hogyha figyelne rá? Mit emelnének ki leginkább? Én minden számot. Minden számot. Ezek a számok nagyon fontosak, én is azt kérem, hogy vegyék komolyan ezeket a számokat a döntéshozók és a politikusok. Én csak annak örülök, hogy elolvassák a kutatási eredményeinket. Pontosan ezért kutatunk, többek között nem a kormányért kutatunk, vagy nem csak a kormányért, hanem azért kutatunk, hogy mindenkihez eljussanak azok a számok, amiket mi is most. Hát ugye laikusként az embernek az a legmegdöbbentőbb, hogy mennyien maradhatnak le egy ilyen helyzet után, akikkel utána nem hiszem, hogy lesz kapacitás foglalkozni. Mai napig is biztosított a lehetőség, hogy kis csoportban személyes jelenléttel fejlesszék azokat a gyerekeket, akiknek nincs módjuk bekapcsolódni a digitális térbe. De ha megnézzük ezt az elemzést, és egy kicsit mélyebben olvasunk, akkor látható, hogy jelen van a félelem, jelen van a bizonytalanság, és jelen van mindaz, ami ma az oktatásban nem csak a pedagógusokat és valamennyi dolgozót, szülőket és diákokat is veszélyeztet. Ez egy pici szegmense, egy pici tükör a mindennapi kifeszített munkatempónak az oktatásban. Lejárt az időn, köszönjük szépen az adatokat. A reklám után Lakner Zoltánnal folytatjuk, tartsunk velünk.